A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja szerint a Deák téri gyilkosnak, a Deák téri mészárosnak és tettes társainak akkor kell szabadulni a fegyházból, amikor az áldozataik feltámadnak a temetőben. Ehhez képest az a megdöbbentő döntés született, hogy a gyilkosságban résztvevő J. Marcel nevű elkövetőt, vagy gyanúsítottat, aki a késelés után földönfekvő haldokló M. Lászlót többször hasba is fejbe rúgta, szabadlábra helyezték. Igen, mindenki jól érti, J. Marcel otthon karácsonyozhat a családjával. Nem egész 7 hónap előzetes letartóztatás után élvezheti a szabad élet minden örömét, mert egy elképesztő, felháborító, mondhatni liberális bírói vagy bírósági döntés született. A Mi Hazánk mozgalom úgy gondolja, hogy egy ilyen helyzetben nem maradhat néma egy magára valamit is adó nemzeti vagy nemzeti radikális párt, és ebben az esetben a jogalkotás és a jogalkalmazás eszközeit is be kell vetni. A jogalkalmazás azon eszközeit, hogy rendkívüli felülvizsgálatát kell kérni a döntésnek, és oda juttatni J. Marcelt, ahova való, vissza a börtönbe, hiszen aki egy földönfekvő, haláltúsáját vívó fiatalembert képes fejbe rúgni, több alkalommal is, az nem méltó arra, hogy szabadon élhesse mindennapjait. A kúria hamarosan hivatalban lévő új elnökét is meg kell szólítani a Mi Hazánk mozgalomnak. Követeljük, hogy záros határidőn belül akár első döntéseként adjon ki a bírósági rendszer számára olyan egyértelmű iránymutatást, amely az ilyen esetekben kizárja az elkövetők, a gyanúsítottak szabadlábra helyezését, és hát itt mögöttem a parlamentben a jogalkotóknak, a honatyáknak is meg kell hozni azokat a döntéseket, a BTK további szigorításával a Mi Hazánk mozgalom szerint, amely eleve kizárja azt, hogy a bírónak legyen lehetőség arra, hogy ilyen súlyú bűncselekménnyel gyanúsított személyeket a jogerős ítélet meghozataláig szabadlábra helyeznek. Az pedig az elmúlt 30 év hű lenyomata, ahová a balliberális és a Fidesz kormányok egymást váltogató váltógazdasága juttatta az országot és juttatta a magyar igazságszolgáltatást, amely miatt az emberek már szinte egyáltalán nem bíznak a bírákban és az ügyészekben, az ebben a döntésben is testet ölt. Egészen bizarr, hogy még a Deák téri késelések kapcsolatos megemlékezésen résztvevőket, a Mi Hazánk mozgalom tagjait, szimpatizánsait, országgyűlési képviselőit, elnökhelyettesét, különböző vezetőit több mint 100 000 forintos bírsággal sújtják fejenként, csak azért, mert idén májusban megemlékeztek az áldozatokról, addig ezeket a gyanúsítottakat, vagy gyanúsítottak közel egyet szabadlábra helyeztek, és egyetlen egy esetben sem született még jogerős büntetés, szemben a Mi Hazánk mozgalom tagjaival és vezetőivel, akikkel kapcsolatban már több jogerős döntés is született arról, hogy minket marasztalnak el azért, mert kiállunk két brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar fiatal mellett, magyar fiatal ember ügye és emléke mellett. Szeretném jelezni, hogy a Mi Hazánk mozgalom a továbbiakban is nyomon követi a Deák téri mészállással kapcsolatos eljárást. Szükség esetén azonnal reagálunk, most minden esetre még egyszer követeljük ennek a felháborító döntésnek a hatályon kívül helyezését és J. Marcel börtönbe juttatását. Az pedig egy egészen extrém adalék, hogy J. Marcel fél a meggyilkolt fiúk barátaitól, baráti körétől, fél a megtorlástól. Reméljük, hogy a rendőrségtől személyi védelmet, külön testőrséget azért csak nem fog kapni.